produkciónál a táncosok óriási tapsot megérdemelnek. X-faktorban nyugodtan nevezhetnének, szívesen látnánk őket ott is. De lépjünk tovább, a következő hölgy inkább választotta önöket, mint sem, hogy bulizzon. Ma van a 25. születésnapja. Reméljük, hogy szeretettel fogadják őt, mert hogy színpadon Anna Mari. Zolikám, szeretlek. Köszönöm. 25. így van. Sziasztok, szép estét kívánok mindenkinek! Élvezitek a Sláger TV tévés felvételét? Hát akkor gyertek közelebb, de pláne azok, akik benne szeretnének lenni ebbe a drága jó műsorunkba Dankó Szilvivel. És hát szóljon nektek speciálba az első dal, de szeretnék egy óriási tapsot kérni mindenek előtt, ami drága polgármester úrunknak, Tóninak, és minden dalomat szeretnék neki ajánlani ma este. Köszönöm! Szóljon a dal! Egy nagy tapsot kérünk! Csak is rólad álmodom, mondj, mit tettél vele. Számolom a perceket, hogy újra átöleld, kedvesen. Elvetted az eszemet, elvetted a szívemet, de nem. Ah!
Nagyon-nagyon szépen köszönöm. Hamar kifáradtam, mondja a rendező úr, hát bocsánat. Meleg van itt idefenn, nektek nincs melegetek? Akkor igyatok már valamit, de tényleg valami hideget. Hozok a végén, ha megkaptam a gázsit. Addig is szóljon másodjára is az egyik kedvenc dalom nektek. Nagy-nagy szeretettel, hadd szóljon! Egy tapsot kérünk! Yeah.
a legodalom táncoljon. Kivilágos villalati ulassunk, töltségét pálinkát, tekerek a megyokszonyi látom, így idegedet, emelek a forra, az ifjú párra, verjek is a villára. Töltségét pálinkát, tekerek a megyokszonyi látom, így idegedet, emelek a forra, az ifjú párra, verjek is a villára. Töltségét pálinkát, tekerek a megyokszonyi látom, így idegedet, emelek a forra, az ifjú párra, verjek is a villára, verjek is a villára. Köszönöm! Hát nagyon köszönöm, drága polgármesterről a háttérbe tapsolt. Antikám, a szótában egy köztefesztivál nem citromba jövök. Most már mindegy, szeretjük a vegyi gyümit, ugye? Hát a következő dalt is óriási szeretettel küldöm. Mindenkinek legyen az bármelyik is. Thank you.
kérdelmétek, hogy 3 órától itt vagytok a melegben, tapsoltok, ültök vagy álltok, teljesen mindegy. A legjobb zenét! Itt vagytok! Jó, ez ezen imádom, minden nap ezt hallgatom, éjjel-nappal! Ezzel lehatkozom 60 éves koromig. Mondjuk az ányos leszünk. Hát akkor a következő dalt is, hát a születésnapi dal, ezt hoztam? Igen! Jó, hogy Béla vagyok. Kézzeljétek el, hogy valahogy minden évben, de biztos vannak azok a dörzsgyökeres véletházi, ahogy emlékeznek, hogy mondják már, hogy Anna Mari állandóan itt van. De hát ez a dal is a születésnapi dal, és minden évben itt vagyok a születésnapomon, úgyhogy nem öregszem. Szóljon hát, van valaki, aki ma ünnepelni esetleg? Hú, pedig annak ajándékot hoztam. Egyből van. Ó, hát milyen sokan vagyunk? Mi szokott ez lenni? Na majd az igazolványokkal oldal találkozunk, oké? Okay? Szóljon hát, amikor szeretettel minden születésnaposnak, aki ebben az évben ünnepel, azt tegye fel a kezét. Múlt hónapban volt! Biztos nincs ilyen gizdelme itt, aki idehozza nekem azt a nagy csopar, Luki?
Na jó. Ide mered? Ha. Nem mered? Na majd meglátjuk a dal végére mered. Szóljon hát a következő dal, amely nem más, mint a... Yeah.
Thank you.
Sziasztok, fiúkák! Mit szeretnétek? Szabad elokcsolni? Mennyit ér meg? Az összes gázimat odaadom a mai. Nagyon szépen köszönöm, találkozunk jövőre, és találkozunk-e? Nagyon köszönöm, Orsikák! Egy nagy tapsot kérek a rendezőségnek! Köszönjük szépen! További nagyon jó szórakozást kívánok nektek! Sziasztok! Vissza! 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 Jön! Egy kis türelmet kérünk, lesz egy meglepetés. Tényleg lesz? Becső. Kisdobos becsület szóval. Az micsoda? Kisúr, itt van. Sose hazudok. Csak a fegyvert tartanak magukat. Nem, nem, dehogy is. Kérem tisztelettel, egyetlen egy fellépőnk van, de ő fel fog hívni még valakit a színjához. Például. De akkor indulsz az X-faktorba is. Mi vagyunk le. Kérem tisztelettel, reméljük, hogy mindenkinek remekül telt ez a nap, és még a hátralévő részében is jól fogják magukat érezni. Megpróbáltunk mindent elkövetni annak érdekében, hogy emlékezetessé tegyük ezt a 32. életházi napokat. Kérem tisztelettel fogadják nagy szeretettel, és egy kis tapssal, de lehet laggyal is. Színpadon Dankó Szilvi! Nem, most nem jön le még. Szívó estét! Sziasztok! Jól vagytok? Jól buli? Hát úgy látom minden oldalra. Tudjátok, mit mondok? Annyira nézem az Anna Marit, látjátok azt a nagyfőit? Ott, azt a fél lámpát. Én oldalról figyeltem az Anna Marit, és meg a lámpát is nyilván. És úgy képzeljétek el, hogy most semmit nem látok, csak ilyen fehér foltokat. Tehát, hogy értek, tudjátok, már jártatok ki is úgy. Már nem tudom, hogy észitek a Sláger TV-t Pertú Parti, ugye? Kezdek egyben, aki nézi! Hajlásuk a kezdekkel, lehet a tápor is! Hogy ti hátul nem nézitek? Nem, nincs tévétek, ugye? Aha, csak gondolom, hogy ekkora nagy hatalmas van, ugye, ott a falon, látom én. Na hát, tudjátok, hogy van a Pertú Partinak egy jó kis ilyen, milyen dal az? Főcím dal! Na hát akkor, fogadjátok sok szeretettel, Anna Mari kolléganőm. Hadd szóljon! Élek a holnap, már rá. Spíj be a szemben.
Szoktatok látni mellettem egy fiatal embert, ugye, mostanában?